Jó reggelt kívánok! Egy súlyos témával folytatjuk, ahogy az előbb Tritkó is említette, mindennaposak a nőkkel szembeni erőszakos cselekedetek, lehet ez verbális, vagy akár fizikai erőszak is. A minap is történt egy ilyen eset, erről is beszélgetünk Spronc Júliával, a Patent Egyesület jogászával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Annyit lehetett olvasni erről az esetről, ugye, hogy egy hölgy ment valakihez, egy házba becsengetett, és amikor valaki kinyitotta az ajtót, akkor hátulról lefogták, befogták a száját és berángatták a házba, és ott erőszakoskodtak vele. Szerencsére elfogták az elkövetőt. Mit tud tenni ilyenkor egy nő? Kezdjük ezzel a legfontosabb kérdéssel, mert hogy kiabálni, ugye ha befogják a száját, akkor nyilván nem tud. Szóval mit tehet ilyenkor egy ilyen helyzetben? Mi azt gondoljuk az Egyesületünknél, hogy igen szakmaiatlan lenne, hogyha én most ideülnék és jó tanácsokat osztogatnék, hogy egy ilyen helyzetben mit tud tenni egy nő. Egy dolog, ami biztos, hogy jó és működik, az az, hogy készül. Minden nő készül egy ilyen helyzetre. Minden pillanatban legyen felkészülve arra, hogy esetleg ilyen történik? Természetesen nem arra kell berendezni az életünket, hogy egy aknamező az élet, és hogyha kilépünk a közterületre, akkor bármelyik sarkon veszély leselkedhet ránk, hanem általánosságban ezt így finoman bevezetni így a fiataloknak, a gyerekeknek, a fiatal nőknek a mindennapi életébe, hogy legyen eszköztáruk, amiből lehet válogatni akkor, amikor valóban történik egy ilyen. Hány éves korba kell ezt kezdeni, és egyáltalán mit jelent pontosan az, hogy felkészülünk, szóval hogyan, milyen formában? Mi annak a híve vagyunk, hogy minél kisebb korban, annál jobb, annál simábban, annál itt természetesen beleépül a gyerekeknek az életébe. Ez konkrétan mit jelent? Hány éves korra gondol, úgy nagyjából? Óvodáskorra. Tehát óvodásban a kislánynak mondják el, hogy a bácsitól nem fogadunk el csokit, nem fogjuk meg a kezét, nem megyünk el vele sétálni, és innentől fogva szépen és tudatosan eljutunk odáig, hogy legyen mondjuk gáspré egy felnőtt hölgynél. Nagyjából erről van szó? Nagyjából erről van szó, csak lényegesen cizelláltabb eszközökkel, de abszolút fiúknak, lányoknak egyaránt. Örülök, hogy említette egyébként a fiúknak, lányoknak, mert hogy ugye itt a hölgyek elleni támadásokról beszélünk, ami biztos, hogy van egy speciális válfaj, és nem véletlenül mondjuk azt, hogy ugye a gyengébbik nem, talán fizikailag, igen, mentálisan semmilyen körülmények között nem. Sokszor a hölgyek viszik előre a társadalmat, és nagyon erős szellemiséggel bírnak, de hogyha azt mondjuk, hogy gyengébb, fizikailag gyengébb nem, akkor itt a hölgyek elleni támadásokról fizikai értelemben beszélünk, vagy ugyanennyi a fiúk, férfiak elleni támadás, csak egyszerűen valahogy máshogy viszonyulunk hozzá? Nem. Egyrészt mi nem is nagyon használjuk ezt a kifejezést, hogy gyengébbik nem, mert nagyon félrevezető. Én is úgy gondolom, hogy relativizáló, de fizikai értelemben talán mondhatjuk azt, hogy törékenyebb a hölgy, vagy kiszolgáltatottabb. Nyilván a fizikai feltételek adottak. Mi azért azt gondoljuk, hogy van egy társadalmi kontextusa az egész erőszaknak. Az erőszak kultúra, ez a pornó kultúra, ami mindent körbevesz, az egyértelműen kijelöli a nőknek meg a férfiaknak a szerepét. Nincsen statisztikánk, éri férfiakat is, fiúkat is ér erőszak, balgaság lenne őket erre nem készíteni, de azért egy jó felkészítésnek, egy alapos munkának kell, hogy a társadalmi kontextus a hátterében legyen, és ebbe helyezze el ezeket az eszközöket, amiket aztán tudnak utóbb használni. Ugye ösztönösen az a tapasztalat, hogy azok a nők, a legtöbb, akit támadás ér, az lefagy, az nem reagál a helyzetre, az csöndbe marad, megnémul. Hogyha ezeket jól begyakorolják, például a jó önvédelmi tanfolyamok része az, hogy megtanuljanak kiabálni, hogy begyakorolják azokat a szavakat, mondatokat, amiket ezekben a helyzetekben el lehet ismételni, akkor már nem kell improvizálni, és ez akár életeket menthet. Ugye de mennyire ezzel reális, vagy mennyire, hogy is, hogy olvastam olyat, és tudok olyan bűncselekményről, ahol az elkövetőt, sajnos tragédiába torkolott a dolog, az dühítette fel, hogy elkezdett kiabálni az áldozat, és ettől megijedt, és pánik reakciójában cselekedett. Itt egy emberölésről volt szó, nem egy ilyen esetről van szó. Tehát, hogy hogyan kell azt mérlegelni, hogy én most inkább valamilyen módon megpróbálok fizikailag ellenállni, csöndben maradok, kiabálok, de akkor mekkora annak a veszélyforrása, tehát ez azért így nagyon... Pontosan, éppen ezért kezdtem így a beszélgetésünket, hogy nem szeretnék jó tanácsokat adni. A teljes
repertoárt el kell sajátítani, és az adott helyzetben mérlegelni. Egyébként a szakirodalom is, meg a tapasztalat is azt mutatja, hogy azoknál a nőknél, akiket ilyen támadás ér, nyilván férfiaknál is szexuális jellegű, halálfélelmük lesz, tehát nagyon pontosan elkezd működni nekik a felismerő képességük, tudják mérlegelni, hogy ha ezt csinálom, annak az lesz a hatása, és azért sok esetben nyilván megtalálják, hogy most akkor, ha kiabálok, az jó, mert van reális esélye, hogy azzal megmenekülök, vagy éppen, hogy felhergelem a támadómat, mert úgy se lesz senki, aki meghallja, ő viszont bepánikol, és majd esetleg még erőszakosabb. Említettem az előbb, hogy nyilvánvalóan itt elsősorban a fizikai támadásokról beszélünk, de nagyon sokszor azért verbálisan is úgymond bebeszólnak a nőknek, szerintem ilyennel mindannyiunk találkozott már, és ennek is azért vannak erősebb formái. Ezekre például kell reagálni ön szerint, vagy hagyni kell, és úgy kell tenni, mintha nem is hallaná az ember, mert hogy ezekből is kialakulhat esetleg erőszak. Igen, örülök, hogy hozta ezt a példát, mert ránk is, amikor megyünk képzésekre, furcsán néznek, hogy hogy lenne már minden gyereknek, meg lánynak a élete része a zaklatás. Bizony, ezek valóban mindennapos szituációk. És megint csak azt tudom mondani, hogy ha olyan a közeg, ha olyanok a füttyögök, hogy ezt meg lehet tenni, akkor érdemes visszaszólni és reagálni egy ilyen szituációra, hogyha nagyobb veszélyt rejt magában az, hogy esetleg ettől begerjednek és hát az adott helyzetet mérlegeljük, akkor ez mindig az adott helyzetet mérlegeljünk, tudjuk, hogy lehet visszaszólni, mert van, amikor az a hasznos, és tudjuk azt, hogy van, amikor érdemesebb fülünk, farkunk behúzva elszaladni a helyszínről. Nagyon érdekes egyébként, Magyarországon is most már MB-s, tehát MB2-es férfi foci meccseket, meg most már férfi foci meccseket is hölgyek fújnak, tehát hogy hölgy a játékvezető, és nagyon-nagyon érdekes ott megvizsgálni és megnézni a lelátónak és a játékosoknak a kultúráját a sportemberhez, aki jelen esetben egy hölgy, és mégis valamilyen módon másképp is. Egy játékvezető hölgy mondta azt, hogy amikor megszólnak engem, hogy les volt, akkor nem azt mondják, hogy rosszul láttam, mint bármely férfi, hanem azért, mert nőként, aminek valóban semmiféle relevanciája nincs. Örülök, hogy sok mindenről tudtunk beszélgetni. Köszönjük szépen.